Sziasztok! Ez itt a Szempillantás Podcast legújabb adása. Én Viki vagyok, és itt van velem Tündi, már ugye ismerhetünk egy pár adásból, és itt vannak velünk vendégként a fiúk, közkedvelt fiúk, Károly és Árpi. Sziasztok, fiúk! Sziasztok! Köszönjük, hogy ismételten itt vagytok velünk. Tudni kell a hallgatóknak, hogy mivel ezt a témát, amiről most beszélünk, már egyszer fölvettük, de sajnos nem sikerült túl jól az adás, mert technikai problémák is felléptek, úgyhogy ezt így nem engedtük ki. Reméljük, hogy most már kicsit jobb lesz így a hangminőség, és ez mindenkinek most már jól hallható lesz az adás. A témánk pedig a prűdség lenne. Azért választottam ezt a témát, mert olvastam egy felmérést, hogy hát nagyon sok témát így választunk, de ezt tényleg így választottunk, hogy véletlenségből belementem egy ilyen felmérésbe, hogy azt nézegették, hogy különböző országoknak a népei hogy állnak hozzá, hogy viszonyulnak a szexhez. Mennyire nyíltan beszélnek erről, mennyire fontos nekik a szex, milyen hozzáállásuk van, és akkor ebben Magyarország egy ilyen középmezőnybe volt körülbelül. Az első helyen pedig ilyen görög-olasz, tehát a déli népek ugye, mondjuk szerintem nem egy nagy meglepetés, én azt gondolom, tehát ők, igen. Viszont nekem az nagyon meglepő volt, hogy Magyarország középmezőnyben volt. Szóval, hogy én ezt nem gondoltam volna, én inkább ilyen, tehát ilyen hátsó. Hát én is gondoltam, hogy sokkal prüdebbek vagyunk. Igen, mert hogy én inkább azt tapasztalom, hogy azért tényleg prüdek, hogy nem annyira szeretünk ezekről beszélni, mert egyszer beszéltünk is Tünikével egy olyan adásban, ahol a szexről volt szó, hogy hát azért manapság ez egy probléma, hogy ez már nem olyan központi helyet játszik az emberek életében, mint régen, vagyis hát ugye mindenhonnan ez jön, hogy ez milyen fontos, de egyébként mégsem az. Igen, de régen még kevesebbet beszéltek. Igen, de régen kevesebbet beszéltek, viszont jobban csinálták. Jó, van, na, szóval, és akkor itt a felmérés kapcsán gondoltam, hogy akkor erről beszélgetett még egy kicsit. És kivégzett a legvégén. Japán, meg milyen, igen. És az északi... Az van, hogy egyet említett, tehát ennyit mondott, hogy felmérés, hogy mi középmezőny, az élen a görögök, legvégén japánok, tehát ennyit mondott, tehát azt mondja, hogy a többi ország hol van, biztos utána lehetett volna nézni, ezt én nem tettem meg. Igazából engem sem a japán, sem a déli népek nem lepnek meg, de azt mondom, engem is meglep, hogy mi középen vagyunk, mert azt gondoltam volna, hogy mi ennél jobban hát rászunk sorolva. Érdekes. De miért van ez szerintetek? Nem, szerintem nem meglepő ez a középmezőny. Hát tőlünk persze, tőlünk vallásosabb országok is vannak, meg zártabbak is, meg nyitottabbak. Jó, de hogyha azt hiszed, például a görögök azért elég vallásosak. Meg olaszok is. Hát igen. Lehet, hogy ezzel függ össze. Pont ezzel függ össze. Nem tudom, de egyébként miért van ezt szerintetek? Tehát, hogy miért ezek a déli népek, most tényleg ez a virtus, hogy akkor ők olyan szenvedélyesebbek? Jó az idő. Olyan déliesen veszik a dolgokat. Kevesebbet kell dolgozni. Jó, hogy azt hiszem, az Meg azt, hogy így az élet örömeit így megélik jobban, és hát a testi szerelem is ezek közé tartozik. Tudod, hogy az északiaknál kb. Mindig sötét van, meg borús az idő, ott igen, az van, hogy még egymásra hangulottok. Igen, de az az alkohol. Igen, de nekem főkülön, mert pont ez a hideg, összebújós idő. Igen, az is ilyesmi lenne, igen, hogy akkor több. Hát lehet, hogy több ideig van sötét, mint az év végig menjen a menet, és akkor utána vakoznulnak, és akkor ez lehet, hogy az alkohol javára dől egy idő után. Hát, meg valahol nyitottabbak tényleg, mondjuk a régiek, tényleg a kommunikáció személyes térbe való belépés, és ugye éjszakon ez mennyivel távolabb van, mint hogyha mondjuk én olyan ember vagyok, aki könnyen megérinti a másikat, és nem olyan szinten. Minden tekintetben tűnik. Nem, erről beszéltünk, hogy ez kultúra függő, igen, és akkor Magyarországon is mi szoktunk egymáshoz élni, de sok helyen nem, ugye. Igen. Hogy például itt láttuk az amerikai filmek, vagy úgy adnak puszit, hogy nem élnek egymáshoz. Ugye, ez tényleg úgy van. Sosem. Tényleg a levegőbe adnak, de... Az amerikaiak, igen. Ugye múltkor egy ismerősünkkel találkoztunk, aki ott él Amerikában. Egy magyar hölgy, és akkor ő nála viccelődtem, hogy ez tényleg így van, és akkor mondta, hogy tényleg mondta. De az még viccesebb módkor, hogy a Franciaországban fordítva adnak. Ez sok helyen úgy van, hogy nem balra adnak, hanem jobbra, és akkor hirtelen így hoppá. Nekem van egy kolumbiai kollégám, és akkor volt egy kolumbiai kollégám, most már inkább azt mondom, és ő is másik oldalról ad puszit, és akkor mindig ilyen nagy csókolózások lesznek ott majdnem a végén, és akkor mindig mondja, hogy semmi van. Meg ugye orosz, meg volt szovjet, meg szerbiában, meg ugye hármat adnak, és meg akkor egymásra szoktak licitálni, hogy ugye nekünk is olyan ismerősünk, aki ott nőtt fel, és akkor mindig mondja, hogy nem, hármat, én mondom, négyet. Akkor a fogorvosunk szoktam mondani, hogy már ötöt kell adni.
Szóval ez a kultúra függő, ez a személyes tér is. És akkor állunk, hogy a szokás mondom egymáshoz érni, de egy csomó helyen nem. Uh-huh. De miért ti egyébként a puszit azt úgy rendesen csókkal zárjátok le? Tehát a másik orcájára csókkal, vagy csak odaérintitek az orcát, a másik? Hát itt hozzá inkább oda szoktuk érinteni. Tehát szóval normál puszi. Nem? De normális. Uh-huh. Hát hozzáért. Hát hozzáért. Nem lesz nyilván az arkam nem fogod a cukpalni teljesen. Most nem így tiszta erőbe bedarálni. De ugye valahol meg nagyon, ugye? Jó, de azok inkább a nagyék, nem? Akik úgy jó, zsúgannak, rúzsos. Én nagyon másról, hogy elkapja, és nem is tudsz szaladni sehova, és akkor így több kicsit így esélyre. Igen. Megsorolod az ember, és mindig másokat mondjuk érdekes, amikor ő is találkozott, akkor mondta, hogy tényleg olyan volt. De hát tényleg érdekelnek a nagyék, ja. Uh-huh. És nektek egyébként maga ez a fogalom, hogy prűdség, prűd, valakire azt mondjuk, hogy prűd, akkor ez mit jelent nektek? Szerintem ez is picit változó, azért is kérdezem. Hát, ki prűd? Mindig, nem tudom, szerintem nekem az adott hangulatom, meg a szituáció válogatja, hogy itt tartok. Úgyhogy megnéztük, és elfelejtettem, hogy megnézem gyorsan, ami kell. Nekem az a prűd, bocsánat, mondom. Nem, mondj. Tehát nekem az a prűd, aki erről a szex dologról, meg erről egyáltalán nem beszél, vagy nem szívesen, még az ilyen nagyon bizalmas barátaival, vagy családtagjaival sem, meg nem csak erről, hanem ugye a kapcsolatairól sem. Tehát, hogy most van-e, nincs, mi van, szerető van. De borzasztó zárkózott. Igen, tehát, hogy aki meghúzza ezt a vonalat, és nagyon... Te úgy definiálja. Uh-huh. Ugye ezt meg is néztük, mint kocsmában. Mert csak úgy a szexről, vagy úgy mindenről? Hát ezt mondom, hogy egyáltalán semmiről nem beszél, amilyen kapcsolati tehát, dolog. Tehát, hogyha valaki zárkózott, akkor... Uh-huh. De mondjuk szerintem a szégyellős, meg a prűd, az nem ugyanaz. Nem. A szégyellős, az más, igen. Mondom. De olyan is van, hogy valaki csak elég, tehát az is prűd szerintem, aki oké, hogy zárkózott, meg még el is ítéli, hogyha más is beszél róla. Igen. Hú, de nem szemben rögyesít. Igen, inkább a prűd az inkább az, aki elítél minden lehetséges ezért formát. Olyan, igen. Mert hogy a szégyellős az, aki csak maga nem akar beszélni. Igen. A prűd az, aki azt mondja, hogy ő nem is akar hallani mástól se, és más sem mondjon ilyet. Igen, de mondjuk, hogy azt nem ismerek ebben igazad van, aki magáról nem beszél, de másnak szívesen meghallgatja a szaftos sztoriát. Hát azért szerintem el is valaki szégyellősből, aki mondjuk a plekkásabbik oldalon áll, és akkor azt mondja, hogy meghallgatni, ez már meghallgatja. Nem azért. Meket hány ilyen van? Ez már külön szóba jött ez a plekka téma egyszer, nem? Vagy igen, volt róla szó a kommunikációs adásunkban. De és ilyen van, hogy férfiak meg nők prűdek szerintetek amúgy? Tehát, hogy mert viszont a nők többet beszélnek ezekről a testi dolgokról is, igen. Mint a férfiak. Hát egymás közt abszolút inkább. A férfiak szerintem nem. Én nem tudom. Nem tudom. Sokat szerintem, nem, Miki? Igen. De miért? De mit beszéltek? Igen. Akkor derüljünk, ez igazság. De ez nem csak szex, vagy ez akkor nem csak a szex, hanem úgy egyáltalán. Mit mondasz el, Miki, a tűnnél, ami szexuális életünkből? Most mondom, hogy nem, ez nem csak szexel van összefüggésben, szóval jól egyáltalán. Jól ez nem a prűdség, amit a Tündi is mondott, hogy ez nem csak erről van szó. Tehát én is azt tartom prűdnek, aki egyáltalán így a... Nem tudom, akár az érzéseiről sem, vagy hogy mondjam, akinek is prűdnek gondolom. Nem, akinek, talán ez a legjobb szó szerintem, akinek nem lehet nyílt, normális kérdéseket föltenni, hanem így meg kell válogatni az emberek a szavait. Tudod, hogy nehogy így ciki legyen ez a dolog, olyan megválogatod, hogy mit mondasz, jó, de azzal kapcsolatban, hogy mit érez valaki. Nem lehet szerintem egy konkrét? Értem, hogy mondod, de én ezt csak és kizárólag én ezt ilyen testi oldalról közelíteném meg. Hát testi, meg úgy kapcsolati, igen. De mondok például valamit, van ez a Szürke 50 árnyalat a könyv, amit szerintem mindenki ismer azért. Ha aki nem olvasta, az is hallott róla, meg a faja filmet látta. És hogy például én több olyan, nem tudom, anyukánk korosztályabeli nőt ismerek, hallottam inkább úgy mondom, akik, ahol azért ez egy alapvetően, ez is egy tabu dolog, hogy ezt így elolvasod. Vagy én is találkoztam el olyan, hogy akkor ő nem is olvasta, és közben tudom, hogy elolvasta, és hogy akkor tudjátok, ez ilyen, ő nem beszél erről, tudod, de hogy ő csinálja, vagy például akár a szexualitással kapcsolatban, és ő csinál mondjuk olyan dolgokat, amiket egyébként elítél ki. De lehet, hogy csak azért beszélgeli. Ez lehet, de nem, nekem ez a prűd, akivel nem lehet nyíltan beszélni ilyenekről. Akik prűdek, és akkor emlent fél, hogy bárhogy a visszajött az információ, és őt megbélyegzik azon, hogy ezt elolvasta. Aha.
Még nekem a Prücsi, még ez a testiség is, hogy mondjuk valaki, nem tudom, nagyon takargatja magát, vagy nagyon-nagyon-nagyon, hogy valaki oda nézzen, meg Jézuson, meg nem tudom, tehát ez is picit. Szerintem ez egy olyan dolog, hogy ez ilyen metszet, ez a szégyelőség, meg a Prücsiség. Tehát valószínűleg van közös része, és dolog van különálló. És ugye beszéltünk róla, hogy az ilyen vallásosabb iskolákban, akkor ezt hogyan kezelik, akkor ott nem tudom, hogy egymástól messze van a férfi meg a női öltöző, vagy ez hogy van? Hát szerintem azért általában minden iskolában azért külön öltöző van. Tudom, okay, csak hogy nem tudom, hogy megnyilvánul még valami plusz letiltásban a dolog, vagy? De nálatok szerintem azért nem. Ezt komolyan bevették, nem? Hogy? Iskolában. Már hogy nem, mit tudom én, öltözködésben megmondták, hogy mit lehet. Igen, de ez nem... Nem tudom, ez már megint csak nagyon nehéz, szóval ez nem feltétlenül gondolom Prücsére. Tehát nekünk volt ilyen, hogy nem lakoztatok körmünket, meg kosminkbe is, azért finomabb smink, vagy egyáltalán nem. De ez nem mondom, ez nem volt. Szerintem ez nem Prücség, így konkrétan. Mm-hmm. Tehát az, hogy most nem, tehát ez nem, nekem ez nem. Mondom, nekem az Prücség, hogy mondjuk beszéltek valakivel tök jó, mondjuk egy viccolag jó ismerősöm, és mondjuk egyáltalán nem kérdeztetem meg azt, hogy nem tudom. Hogy megy az ágy? Nem, ez nyilván nem ezt, mert ezt nem fogom megkérdezni, de hogy is, az a baj, olyan nehezen tudom ezt megfogalmazni, de remélem azért átjön mindenki. Jó, személyemes, azért tök jól néztem. Igen, személyemes, tehát egyszerűen... De nekem a személyemes, az sokkal szoktabb. És a német szónak is ez a jelentése. Akár úgy mondtak egyet, hogy a prűdség nekem az társul valamilyen negatív dologgal. Igen, a személyemes az egyébként, az nem egy rossz dolog. Igen, én nem úgy személyemes vagyok. Igen, meg az, hogy én mondom, én például személyemesnek tartom magamat, de mondjuk azért neked nincs olyan, amire válaszolnék, érted? Tehát, hogy most te személyemes vagyok, mert nem mászkál a pucéron az öltözőben az edzés után, amit egyébként rengeteg csinálnak. Egyébként sokan igen mondtad. Én azt mondom, hogy női öltözőben nincsen ilyen. Igen, tőle sokan csinálják, hiszen ez borzasztó zavaró. Te tudtad ezt, Károly? Nem voltam egyes a női öltözőben. Hát azért nem akkora élmény, azért ezt vagy hát kisfiú korunkban esetleg, de még akkor sem. Na tényleg, mit csináltak olyankor, amikor behoznak egy ekkora kisfiút? Hát mit tudsz csinálni? Semmit. Most ő az anya se tud mit csinálni, hát hova tegye a gyerek. Hát igen, de a női öltözőkben én nekem az a... De most egy kisfiú nem menne a férfiből. Meglátásom, hogy úszodában, meg ilyen helyeken, így a női öltözőkben, hogy senki nem takargatja magát, szóval... De azért ez túlzás szerintem. Most mit túlzás? Hát az, hogy nem tudom, engem zavar, hogyha ott... Hát nekem baromi furcsa volt, és sosem fogom, én gyógyúszásra jártam, nem tudom, hány évig, és nekem mindig olyan furcsa volt, hogy bementem, és én akármennyi a korosztály, akármilyen a teste, akár volt borotva, nem volt, mindenki premier plánba tolta magát. De nekem ez én meg itt akargattam, mindig kicsi ekkora kaptak ezt, hogy Jézusom, és így vérről arrébb csúszott a törölköző, akkor majd visszacsúsztatta, ott meg mindenki dobta magát. Nem tudom, én ezt azt gondolom, hogy tehát én nem takargatni, nem kell magát szerintem senkinek, mert azért az sem jó, de az, hogy tényleg, hogy kedvesen levetkőzik, előveszi a telefonját, neki áll pakolni. Nem, pucéra légy, így a lábát, csak ez bejön, tehát ezt abszolút túlzásnak találom. De szerint is ez van, nem? De ez van, de ez túlzásnak találom, de azért az, hogy átcserélek egy toppot, azért én nem takargatnám magamat, de... Jó, én ebben extra vagyok, tehát én alapvetően azért mindig takargattam magam, és lehet, hogy nekem ezért volt ennyire kontrasztos ez, hogy a többieket meg annyira azt látom, hogy semmit nem érdekel ez. Hát ez borzasztó, tényleg így van. De nagyon fura volt, meg hát akkor véletlenül, hogy összeérnek, de szóval tett kellemes. És egyébként igazatlan a magyar szkutatában, hát nem úgy érted, hogy mindenki pucélot, tudjátok, ott zsúfolt folyosó. És meg, ha meglököd a másikat. Meglököd, tehát olyan bizarr szituáció keletkezik. És amúgy az úszodában ez tényleg fokozott. Ugye? Nagyon így van. De minek te fiúk? Hát nektek aztán lát. De ti nem szoktatok egy száhimbilimbibe. Ti takolgatjátok? Hát amikor kimegyünk, én azért csavarok magam köré törölközőt, de most amikor leveszem és átveszem a lezét, akkor azért nem szerencsétlenkedem én sem. De ennyire, ahogy mondtátok, hogy ilyen szétett lábbal, még SMS, mert ilyen nem nagyon van. Nem nagyon van. Hozza már a hírfolyamot. Tehát szerintem ilyen publikus helyeken annyira nincsen, de ez vannak kivételek. Például, ez azért vagyok biztos, mert én sokáig kézilabdáztam, és azt tudja, hogy az ilyen sport, de az ilyen sportcsapaton belül, ugye ott meg össze vannak zárva az emberek, és akkor minden edzés után a zuhanyzás, stb. Főleg fúvult a jó égáson kézen, amik egy ilyen focist öltözőben mi lehet. Na ott viszont, amit elmondhatok, annak a hatványozott része meg, tehát az, nem tudom, az alap, hogy nem tudom, minden edzés után egymást kergettük ilyen öltözővel, vagy na, törölközővel, meg Pucirán? Nem tudom milyen, persze. Tudod, amikor csíp, amikor... Igen. Vides végével. Látod a Károly videóban? Ti lányok nem szedtetek oda csapni?
Nem szoktunk semmiféle csapás mérőt alkalmazni. Én nekem nem volt ilyen. Nem tudom, hogy a női is volt öltözőben mi mehet, de a férfi. De hogy ez így, nekem ez teljesen oké volt, az egy vicces dolog. Hát akkor gyerekek voltunk, nem, egyébként akkor is rosszul éreztem magam miatt, mert... Nem muszáj volt csinálni. Igen, nem muszáj volt csinálni, igen, muszáj volt. Ti is csináltátok erre egy tesi órákon? Nem, nem, hogy tesi órán nem, de mondjuk azért ez, tehát a törölközővel oda csapunk, majd nem a lágy részekhez, de hogy a törölközővel csapkodás azért azt szerintem ment a... Az olyan, mint egy ilyen zuhanyzási pálmacsata. Nem, ez nem bizony egyébként, de ezt nem tudtam. De ez mondom, típusan ilyen sport, meg ilyen csapat dologban igen. Van benne. Igen, egyébként én... Egyébként így úszodában, ez ismeretek nem kerültik egymást. Hát, itt egy friss hús, és akkor rácsapnak már egyet, hogy belépsz. Hogy csípjen neki? Józsi bácsi elkaplak. Nincs egyébként, de sport nem, valóban ott kevésbé takargatják magukat az emberek. Ott szerintem, hát különösen, hát nem akarom megbántani a focistákat, de hát az... Ott aztán a tanulmányok vannak, hogy hányszor nyúlnak oda a futballmeccsen, meg a nem tudom, tehát ez... Mármint a sajátjuk vagy? Ez persze. Igen. Nem, másik osz, mert vázok. Igen, tervező könyve is osz, ez mennyire tipikus. Igen. Főleg nem tudom miért, de a futballistáknál... Miért? Miért? Egyszerűen meg lehet szóval, tehát a köpést, az, hogy hányszor nyújtod fel a kezedet, meg ezt, hogy odajönsz, ezt meg lehet számolni egy játékosnál. Miért oda? 50 darab van egy 95 perc alatt. De meg kell igazítani, vagy miért? Ez szerintem az ilyen dominanciát, ilyen férfiasságot hangsúlyozzák. Ez ilyen, tehát nem tudatos. Ez nem tudatos. Nem? Szó. Nem, mondom, ezt ilyen könyvekből olvastam, ez mennyire tipikus. Tehát ez ennek a része. Egyébként nézel ilyen gólörömeket, és nagyon figyelmesen megnézed a gólörömeket, azért ott vannak durva dolgok. Tehát, például? Én ugye nézem, mert nekem van egy kedvenc focicsapatom. Nekem van egy kedvenc focicsapatom, az egyszer-kétszer van, hogy megtyúkozzák az embert. Tudod, amikor valaki jön egy gólt, és akkor odaszalad mindenki, megölelgetik, és valaki hátulról formál egy ilyen tyúkcsört a kezével, és így oda... A másiknak a popiához így begyújt, és ugye aki döntte volt, az nem tudja, hogy ki volt az, aki megtyúkozta. Már ez a szó is gyönyörű. És ez egy általános dolog. Nem is hallottam még. De látod, és akkor ilyenek vannak. De jobb azért nem általános, tehát nem ez van minden gólőr, mert valószínűleg egy BL döntőt azért nem szerelkezik. Az egész világ nézi, meg ott van a 50 ezer a stadionon, és egy jó tyúkozás. De vagyok egy Róma Cezarán, így. Okay. És látom, hogy röhög a másik. Vannak ilyen. Kicsi bizarra semmi volt. Jó, hát ők nem fűdek akkor. Ők nem. De szerintem a például... Akinek számomra a prűd ellentéte például, aki nudista strandra jár. Hát igen, ő valóban nem annyira prűdik. Ő nem röhögre ezen a csukkozáshoz. Ti jártok már nudista strandon? Hát, köszönöm, én köszönöm kérdésed, én még nem voltam, hogy tovább is passzol. Nem tudom hát én olyan kempingbe jártunk, ahol Horvátországban tettem, nem itt Magyarországon, ahol a szobzét kemping volt nudista. És hát amikor kamaszodik az ember, akkor baromina érdekli, hogy mi meg volt. Nyilván. Nem, ez mindig érdekli az ember, szerintem. Igen, de akkor talán még egy ilyen fokozottabb. Egyszer volt egy olyan vicces sztori, hogy mi a saját strandrészünkön, tehát nem a nudi részen, feküdtünk a sziklaparton, és egyszer csak jött egy ilyen kis egyszemélyes vitorlás. És hát a nudis csávó küzdött vele, és szegényt a hullámok kisodorták a partra. De hogy lehet koncentrálni, én is érte, hogy... És mindegy szár semmivel próbált. És egy szár semmivel próbált visszavicskelni, de senki nem ment oda segíteni, hát most mégiscsak hogy ajánlott fel a segítséget egy nudistának, hogy... És ott mindenki nézte a parton, mint egy filmet? És igen, és hát ott azért szerintem neki életelek kellemetlenül élménye volt, de nekünk nagyon irányt. De egyébként egy nudista így kellemetlenül érzi magát, ha ő ruhát viselő emberek közé megy. Szerintem akkor igen, amikor a 50 ember nézi a partról, hogy mit szemben. Hát jó, de miért, és az mivel jobb, hogy ő rajtuk sincs semmi? Mert ott senki nincs, és akkor ez egy közös te is tudod nézni ott. De egyébként ott például lángos sütő is pucér? Nem. Szolgáltató. Ugye leutóbb, igen. Nagyon jó volt az átkötés, Hogy eszélye jutott. Ne, igen, ugye a Balázsiknál hallgattam egy reggeli műsorban, hogy Délegyházán volt ez a híres. De lehet, hogy most is megvan ez a híres nudi strand, és a dolgozókon ruha van, ha jól tudom. És aki pedig leül, azoknak pedig ki van írva, hogy ilyen törcsét kell szétemeltenni. Jó, és akkor eszel.
Nyilván a helyre, a másik. Ha iszol, akkor is. Jó, hát, hogyha most ott a hamburgeresen lecsücsülsz, és eszed a hamburgert, akkor... De egyszer elképzelni is, hogy mi most akkor itt levetkőzünk, és akkor itt beszélgetünk. Nem mondjuk el, hogy Gyorspesten lehet, hogy... De figyeld, én azt nem értem, hogy ez miért tényleg így... Ez miért jó? Én is szeretnék megkérni tényleg olyat, aki esetleg meg is, és fölvállalja, hogy te írjon már, mert engem ez tényleg őszintén nagyon érdekel, hogy miért? Miért valami, nem tudom. Most nem kiközösíteni akarjuk. Nem mondom, ez egy rossz dolog egyébként, sőt, biztos, hogy egy felszabadító érzés lehet, én ezt is el tudom képzelni, gondolom, hogy ezért csinálják, de hogy tudod valahogy nekem, mégis úgy gondolom, hogy hát így születtünk, hogy azért úgy bugyit viselünk, meg melltartok mondjuk jó esetben. Nem, hogy születtünk. Mindig van meg melltartok. De a németházi cucc félben maradt, vagy elmondtad? Nem elmondtam, elmondtam. Ja, jó, jó, jó. Mindegy, de hogy... Nem vettem észre, és nem maradtam. Ugye, igen, látod, itt is egy csukozásra tart. Igen, ezért... De már ezt a tévében nem mondják be, hogy ezt nekem honnan tudod, hogy miért tudod, hogy így hívják? Hát én nagyon figyelmesen nézem a kolorőröm. Szóval akkor visszakagyod be ez a nudi dologhoz, hogy nekem ez mindig azért fura, mert ha belegondolok abba, hogy egyébként az egész mű, nem baj. Megpróbál megkeresett a gólörömet, mert tudom, hogy kilőtte gólt. Próbálok visszacsatlakozni, hogy legyenjen vele. Szerintem nem mindig ilyen gólörömet találni. Alapvetően ezért a művészet mégiscsak arról szól, hogy mindenki pucér általában, nem? Most hát az aktmodell. Minden, igen. És mégis ott ezt nézzük, meg elmegyünk egy kiállításra, és jaj, de szép, jaj, de jó, meg mit, és mi meg ugye tényleg takargatjuk magunkat. Tehát, hogy ez miből jött? Jöhetett ez, hogy ez a szemérmesség, hogy akkor mindenki így bugyit is melltartott, vagy hát férfiak nyilván nem melltartott, de... De bugyit hordanak. De ez miből jöhetett, hogy ez mégis művészetben megjelenik, de hogy egyébként mint magánemberek azért ezt így kedvetleg tartjuk, és azért nyilván kevesebb az ember, aki nudista strandra jár, mint aki sima strandra, nem? Hát de, nem tudom, hogy tényleg egy nudistát kéne megkérdezni, hogy... Igen. Sokáig azt tudom, hogy csak a napozás miatt, de ezek szerint nem. Mondom, én ezt tudom elképzelni, hogy ez egy ilyen szabadságérzetet ad nekik, hogy akkor, ahogy megteremtettek, teremtettetek, nem tudok beszélni, szóval úgy akkor ő kirakja magát, nem tudom. Nem tudom, hogy azért mostanában már nem nagyon mennek ezek a képek, nem? Tehát, hogy milyen képek? Hát nem úgy értem, hogy ez az a művészeti. Ez a művészeti vonal, de vagy megy, de hogy régen, tehát az, hogy egy templomot full kibaki dekorálnak ilyen festményekkel, tehát hogy miért, azért az más. Igen, akkor rá izgalmasabb lehetett ábrázolni, mint most, igen. Hát igen, mondjuk akkor egy kivillanó boka is azért nagy szó. Igen, most meg már ugye mindenhonnan a pucérnek jönnek le. Jó, de az most nagyra művész. Most már egy takarbokát nézzünk meg, hogy mi ez az oknő. Igen. Hát igen, csak mondjuk tényleg nem tudom, megnézni egy festményt, és ott a pucér, akkor jaj, és egyébként meg, na, szóval ez tényleg, de nyilván ez a való összefüggésben, ezért mégiscsak ezek olyan részek, amit azért, hogy mondjam. Tehát, jó, de ez nyilván a kor sajátosságával is összefüggött akkoriban, hogy most akkor éppen mit ábrázoltak a művészeti alkotások, de hát most mondom már, ezek azért nem annyira művészeti alkotások, de biztos olyanok is vannak. De... Igen. És te egyébként mennétek nudista strandra? Tehát kipróbáltok, hogy bekukucskálnátok? Hát bekukucskál, meg ilyen, tudom. Én nem egy ilyen vitorlázó biztos erről mondom, de... Igen, érdekel, tehát én titokba oda mennék, csak én nem akarok levetkőzni. Ezt akarok mondani, hogy levetkőzni? Nem. De milyen egyébként ott nem biztos, hogy kötelező levetkőzni. De szerintem igen. Mondjuk lehet, hogy hülyén meg. De miért mit csinálnak veled, hogyha lehet ott lenni bugyék? Nem engedem, ezt szerintem. Tehát, hogy van egy iszi, ahol gondolom ki van. Nem hiszem el, hogy most így le kell adnod a ruhádat. Vagy nem azt, hogy le kell adni, de szerintem valami jelzés biztos van, hogy akkor innentől kezdve nem. Ez olyan, mint hogy a mint egy csomó szállodában ki van írva, hogy ilyen strandszerkó, minden, egy idő után már nem mezd be. Kezdem már felkeltözni. Meg valahogy... Akkor ugyanis szerintem tudtál rá. Amúgy a szauna is ilyen, a szauna. Igen, hogy osztok is. Na hát a szauna, te jó. És egy barátnő, voltad, akkor már ilyen emlékszem, hogy mi jártunk így, hogy besétáltunk egy rossz helyre, igen. Szóval, az is volt, igen, de hogy most egy más típusokat szeretem elkezdeni, hogy egy barátom mesélte, hogy elmentek kollégákkal szaunázni, nem emlékszel? És ez egy ilyen betanulásos időszak volt egy ilyen multikörnyezetben,
Japánban, és egy csomó embert így kitelepítettek egy nem is tudom már hova, és akkor az elején így ismerkedtek egymást, és akkor megbeszélték, hogy akkor elmennek. Szóval, és akkor volt olyan, aki full pucéra ment át. És jó ismerkedés. Ez egy férfi volt, és akkor ők ketten a két kollégina pedig ott bikiniben. És akkor volt, hogy elég kellemetlen. Első is hova nézel, nem? Igen. És nem tudom már, hogy melyik volt. De ez a nehéz tény, hogy önként erős oda nézel, érted? De hogy ez baromi kellemetlen. De nem, és akkor megismerték, nem? Igen, akkor megismerkedtek egymást. Azt kérdeztem meg, mert Ausztriában, Németország ha jól tudom, alig van olyan, ahol ruhában mehetsz be a szaunában. Igen. Igen. De én azt mondtam, de most ez lehet, hogy egy óriási hülyeség, hogy ilyen egészségügyi okokból. Igen, a gumi, meg a gumi, meg a szilikon, meg a nem tudom, mit igen, amiatt tiltják. Én lehetom képzelni, de akkor még egy törő között magadra ezt akartam, de akkor miért nem teszem? Én akkor levenném fűdőruhát, és egy textit magunkra rakunk, és akkor úgy. Semmiféleképpen nem kell pucélni. Tehát valami ilyesmi, igen. Már egyébként állítok, aki ezt nyomja, egyébként most végigvettem az ismeret, nem ismerek ilyet, de sem tudom honnan szedem ezt az infót, de hogy az imádja. Én ismerek és imádja, ugye meséltem, hogy dolgoztam olyan helyen, a céges szauna 15 személyes volt, minden imádták, és az egyik, igen, és az egyik kollégánkhoz mindig meséltem, hogy... De mi is akkor a kollégák ott ültek full? Nem, hát egy ilyen kollégák, nem. Tehát mi nem jártunk az utolsó nap, mert a szauna mellett volt egy nagy meeting room, ott szoktuk a bulikat is, de utolsó nap ott volt egy nagy búcsúbuli, meg egyik kollégának összetett ilyen gyereke, és akkor a tejfokasztózat tartottuk, az is egy nagyon aljas buli volt, és lényeg az, hogy volt egy kollégánk, aki mindig mondta, hogy ő nem tudja miért, ha ő bemegy, elkezd szanázni, mindenki kimegy, nem akarnak bejönni hozzá, ő nem tudja miért, de imádtat mind két naponta menni, nem tudtuk miért, és akkor derült ki, hogy ő végig mindig full vesztere egy autó, és akkor oda egy kollégirák mentek, hogy jaj, akkor kimegyünk. És ő erre nem jött rá? Nem jöttük. Hát mert egyszer nem tudom, hogy mindig mondta. De nem lehet ez, hogy a többi emberre rúgva van? Mindig mondta neki, hogy figyelj már, nem lehet, hogy van valami foglalási rendszer, mert amúgy volt, hogy nem lehet az, hogy nem tudom, beírták magukat, vagy te nem írtad magadat, mit. Hát én nem tudom, és akkor egyszer kiderült, hogy mindig úgy nyomtam, hogy ezt úgy az igazséget, hogy nem a piac csodálkozom senki nem megy. Tényleg azt, hogy erre nem is gondoltam. Annyit rövegtem, addig ott a te munkahelyen, úgyhogy ötödiken dolgoztam, hatodikon volt a szavarat, így felsétáltam, hogy van most már. Nem tudom, én nem, ez nekem nagyon kellemetlen lenne, mert meg tényleg azt, hogy tényleg egy szaunában is, vagy egy ilyen strandon is, önkéntelen is, oké, most ezek komikus helyzetek, de önkéntelen is, hogy neki ütődsz a másiknak véletlenül, vagy nem, vagy kisan szézul, hogy tele van a szaun, és hát ez voltunk kellemetlen, nem? Véletlenül jártunk úgy, hogy valami mesztelen csütörtök volt, vagy nem tudom. Nem, ilyen natur day volt. Natur day, igen, natur csütörtök, natur kert vagy. Mondtam az egyre, hogy menjünk már be a szaunába, és akkor fura volt az egész, és akkor mondom, na jó. Akartam, és akkor igen, hogy valahogy így bementünk, és akkor rögtön leesett, hogy egy-két ember ott így elcikázott, és mondtam, hogy fú, akkor... De nem, ült kint valaki. Kint ült egy pas, és már figyelmeztek, szólt nekünk, hogy ezt tudjátok, hogy ő natur. És egyszer valahogy még mondtam, és hogy jaj, de jó, ez valami szuper lehet. Azt citromizéket csöpögtettek rá, vagy valami. Igen, bio. Igen, kb. Ezt hittem, és az egy főként néz, igen. És akkor látom, hogy egy-két, amíg elcikázott, és mondtuk, hogy jaj, értem. Ő nem mentetek be akkor, nem? Nem is lehetett anélkül, tehát hogy készülni kellett volna rá, tehát így. Szerintek egyébként ez, hogy valaki simán bemegy egy szaunába, meg nudista strandra, valaki meg így tényleg nem ez a típus, hogy ez ilyen neveltetés lehet? Hogy akkor otthon mondjuk neki takargatta magát, akkor valószínűleg te is ezt fogod csinálni. Igen, de ezért én szögezzük, hogy én nem tartom prűdnek azt, aki ruhában szaunázik, és van meg nudista. Nem, ez ennek mondjuk ilyen szinten egy semmi köze hozzá. De nem tuti, hogy ez neveltetés kérdése. Uh-huh. Tehát, hogy most gondolj el, hogy most gyerekkorotokban, most a gyerekeket elkezdenétek oda szoktatni a nudira, hát akkor most az lenne a fura neki, hogyha nem, ha felvennél egy bikini. Igen. De egyébként nagy olyan, aki nudizik, annak mi prüdek vagyunk. Tehát akkor most az szó, tehát hogy lehet, hogy ő behasználnám, hogy aki nem nudizik, hogy ez miért jó dolog, és akkor miért nem? Mert mi ebben a cikki, mert mi ebben a fura? Minden viszontes kérdése. Igen. Na minden. De amit még témával kapcsolatban hoztam nektek. Az egy jó cikket olvastam, egy sex shopnak a tulajdonosával volt interjú, és akkor mondta, hogy... Nagyon beleártad magad ezekből a témában. Szörnyen beleártak, mondta, hogy mégiscsak valami érdekességet hozok mára. És ennél az a csávó, aki tulajdonos volt, ő mondta, hogy itt is a nemzetek közötti különbségek, hogy Magyarországon van, ugye ez a sex shop, és úgy mennek be, a legtöbb ember úgy ment be, hogy vagy izzad,
folyik ugye itt az izzadság a fején, vagy vörös a feje, vagy lenéz, vagy áruhába, akkor napszemüvegben nem beszél a napszemüveggel. Igen, én mondtam, hogy fülhallgatóval is mennek, és nem hallandó kivén a füléből, mert hogy tehát ez is egy inkognitó. Igen, igen. És hogy így marha bizarr ez az egész, és akkor úgy vesznek a legbizarabb dolgokat, hogy kb. Nem néznek a szemébe, meg ilyenek. Tehát, hogy ilyen nagyon fura, de azt mondja, hogy külföldiek bejönnek, akkor igen, külföldiek bejönnek, és így simán kicsapják, hogy mit szeretnének, tök nyílt a tekintet, stb. Tehát nem érzik egyáltalán cikinek. Kisebbet, színesebbet. Igen, nem érzik cikinek, viszont mondjuk nyilván ez azért most ez egy... Szóval ez simán lehet, hogy csak azért van, mert nem tehát a nemzetek között különbség, hanem most külföldön mindenkinek nagyobb az arcot. Most lehet, hogy én elmennék, nem tudom, Londonba, akkor simán bemennék, és így én is nyílt tekintettel kérném a dolgokat, de most itthon nyilván azért az ember bevegyően, hogy nehogy valaki meglássa, hogy akkor most igen. Előjáróban szeretném elmondani, hogy én még soha életemben nem voltam szexshopban, de mindenképpen érdekel egyrészt, hogy, kik mennek ilyen helyre, illetve hogy képviseljük ára itt a sötét oldal. Bár mentségünk is, hogy nem együtt volt. Nem. Illetve, hogy mi van egy ilyen helyen, meg hogy bemennék, tehát bennem ilyen szinten én tök külön vagyok, hogy tényleg azt érezném, hogy az ilyen kellemes, hogy megnéznek, hogy mit kérdez a szösszi, tehát hogy mit szeretnék. Hát mondjuk csaj lennék egyébként, ezt hozzáteszem, tűnél respekt, mert azért... Jó, de most a lány búcsuk, stb. Azért nem olyan... Nem, érted, nem gáz, én valamilyen nem jutottam el, de engem érdekel ott is, hogy mi van ott. Nem, hogy lány búcsú miatt mondhatok ott. Nem jelentettem be, hogy miért mentem. Én nem adtam be egy ilyen... De nem tudom, egy lányadó lennék, nem az jutottam, hogy lány búcsú miatt nyitok egy boltot a lányoknak. Na, de és te voltál Károly, úgy tudjuk, nem? Úgy tudjuk. El kell mondani a hallgatóknak, hogy az előző rögzítésen derült ki. Tehát, hogy addig ezt... Mi ez? Mert én nekem is akkor esett lehetett, hogy ez a 8 év együtt létezett, hogy most hozta ezt az információt. Lesz még olyan, amit meglepődsz. És Károly, és akkor hát, ha már ott volt, meséld el nekünk, milyen egy ilyen hely? Tehát tényleg a falon lógnak ott a dolgok? Hát a plafonról ott például ilyen madzagokra voltak fölfűzve a műpéniszek, és azok lógtak lefelé. De most ezt komolyan mondom, ez most minden viccnek. De hogy így különböző típusok? Típusúak vagy? Hát ez? Igen, most azért hülyén nézett volna ki, hogyha 200 darab ugyanolyan lóg. Lehet, az lett volna a dizájn. De végülség, hogy bemész, és oda megy az oda valaki segítette, vagy hogy van? Hát igen, hát én kértem segítséget, mert hát mégsem ismerem ezeket a terméktípusokat, azért ritkábban találkozik velük az ember, mondjuk a MediaMarktban szerintem. Hát igen. De nem, te nem érezted magad tök kellemetlenül? Hát de baromi kellemetlenül éreztem magam. Akkor még egy kis fiatalka voltál, nem? Hát igen, nem voltam olyan idős, még igen. Hát fiatal voltam, de hát... Tüzesebb volt. Kértem segítséget, és akkor elmondta az úr. Kértem segítséget, és mit mondtál, hogy valami neki, típust? Mondtam neki, de meg általában muszáj vagy segítséget kérni, nem? Tehát ez nem egy önkiszolgáló volt, nem egy ABC, hogy leveszed azt. Látta rajtam, hogy nagyon kezdő vagyok. Mondott ilyen tanácsokat, hogy hát... Lehet, hogy gyere, ő nem ajánlja? Ehhez azért még szoktak venni ezt a azt. Fú! Hogy jó kereskedő van, lehet. Ja, igen, lehet, hogy jól kapcsolta az árukat, de... Igen. De elmondta, hogy hát ez milyen kellene, úgy tapogatózott, de nem magamnak vettem by the way, tehát ezt... Mondaná. Csak szörventék közülített a témát, igen. Igen, de így tök rendes volt egyébként. Ő nyilván egy pillanatig nem érezte magát kellemetlenül, és tök segítőkész volt. Most így, ezek után már bátrabban mennék be. Férfi volt. Férfi volt. Igen. Szerintem férfi azért a legtöbb eladó. Hát biztos van nő is. Biztos van női. Biztos valahol ez az üzletpolitika, igen, hogy egy inkább egy nő legyen. Ez a sexshop is szerintem ez a, hogy kellemetlen bemenni, ez ugyanaz, mint amikor egy úszert veszel mondjuk a DM-ben, nem? Tehát ott is azért az emberben van egy ilyen kellemetlen. Ott az ószert, lehet, hogy az első alkalommal úgy veszi meg a fiú, hogy olyan kellemetlen, de aztán utána már, én nekem kell az ószer, és akkor úgy veszi meg, hogy én már itt tartok a kubertáskor. Nekem mindig volt egy olyan, nem azt mondjuk, tehát nem volt egy olyan, aztán nem. Igen, szerintem, de volt benne egy picit, hogy nem tudom, itt egy rágó, itt egy ószer, és akkor itt nem tudom esetleg, nem tudom, egy parfüm. Készülök az estére. Vagy esetleg egy, nem tudom, tehát igen, olyan kellékeket még veszel, ami úgy értem, meg egy borotvát, meg egy szájvizet. Egyébként azt mondom, hogy DM-be lehet kapni például a vibrátort. Bár nem tudom, hogy kiválod a DM-be egy vibrátorral. Tényleg. Komolyan. Honnan tudod? Sok láttam. Sok láttam. Ez nem a katalógus volt. Valaki mutatta, és innen rögtünk, hogy van a tűzoltó, meg a... Mi van? Nem tudom, mit. Komolyan. És akkor ilyen tűzoltó formája van a
Vibrinek. Mondjuk csak így. Én nem. Ez a termék kínálat, amivel rendelkezik. Nem semmi. Jó, de mi gondolom, hogy kicsit feltüzelték a palettát. És... Én kíváncsi lennék a számokra, hogy mennyi fogyott el mondjuk így a DM polcairól. Bár de most már nyit a backshopot. El tudod képzelni, hogy ott berakod a sampon. Én azt gondolom, hogy egyébként akinek erre, tehát aki vesz, az nem hiszem, hogy a DM-ben szerzi benne a... Nem tudom, minden hát mondjuk azt én sem tudom elképzelni, de ezért mondom, hogy... Mert azért a DM-ben nagyobb esélye, hogy ezzel tudom elképzelni, hogy mi volt a koncepció, amikor bevezették ezt de, a marketing. De előttől vagy olyan szituáció, hogy véletlenül veszel magadnak, mondjuk egy ilyet, mondjuk egy offset, és akkor egy mögötted egy, tudom, nem tudom, hogy anyukád barátnője, vagy nagy, de azért kellemetlenek minden esetre. Óvó néni el mögött. De egyébként hozzád az, ami egyébként, hogy belegondolunk, most mindenki tök kellemetlen érzi magát, de egyébként azért nem ciki. Egyébként meg nem ciki. De mégis van az emberben egy ilyen ciki. Igen. Azt hiszem Smile Maker. Mi? Ez a neve? Aha, mosolyt csinálom. Ne. Itt jó. Van a tűzoltó. Mutatom. De és ez de a DM-be elérhető? Aha, azt hiszem ott. És az alsó, de biztos, a francia. Hogy az egyáltalán úgy francia. Tűnik. Hát szerintem meg nagyon is úgy tűnik. A milliómos. És a milliómos. És a milliómosnak van egy feature-e, hogy láttam. Milyen feature-e van? Hát nem látom. Nyakkendője van, nem? Ez a neve, teniszedző. És van a teniszedző. És mennyibe kerül egy ilyen? Nézzük meg. Nem ilyen frankó reklámot. Fulajon bele, adhatnátok ilyen kuponkódot, hogy itt szerzethetnénk a DM-nél, vagy nem tudom, 10% kedvezmény, hogy... Én is írtam be, nagyon sokat kerül a DM-et, sose láttam. Jó, mit kerestem. Tehát ezt a tűzoltót nem is annak nézném, azért hirtelen elsőre. Jé! Igen, nem tudom, fejlesztették ezt a dolgot. Na jó, hát elég túl. Mondani akartam, így az első témához visszakapcsolódva, hogy azt mondtam, hogy meglepődtem ezen, hogy... Itt van, ne fotózom. Csak mutattam, hogy a DM meg tényleg ki volt rakva a mosópor mellett, vagy nem tudom, mi volt az. Mosópor mellett. Jó. Szóval, hogy amit a... A Rosszmanban szintén megtaláltuk a helyes kis szetteket, írta a újságíró, hogy azért utána ment már rendesen. Helyes kis szettek. Valaki lehet, hogy egész korai. Jó, tehát akkor a mai adásunk fő témája volt a tyúkozás, és a... Vibri. A Smile Maker. Remélem mindenkit az anyukája is, nem tudom, mindenki hallgatja, aki előtt ez nem kellene. Így van, aki rendszeres DM vásárlók. Kerestétek a polcokon. Jó, szóval, hogy tűnik előtt. Kezdtem, hogy egy kis tűzoltót kerestek. Szóval tűnni. Igen, mi tehát az elején ugye arról beszéltünk, vagy én mondtam, hogy engem meglepett ez, hogy a Magyarország ilyen középkategóriával tartozott a prűdségből, de hát igazából nem tudom, mit vártam, mert ugye én azt gondoltam, hogy sokkal prűdebbek vagyunk, de hát mint pornó nagy hatalom, azt hiszem, ez mégis mégsem kellene annyira meglepő legyen, mert hát azért hát már erről is sok mindenki, na, erről, tehát sokan ezzel azonosítják, vagy régen ezzel azonosították a kis hazánkat. Én nem tudtam. Nem annyira szép dolog egyébként. Erre nem kell büszkének lenni. De ez... Nem ért egyébként. Tehát nem mondom, hogy nyilván kürtölni kell, de hogy nem baj az. Na jó, hát még az alapvetően porna az nem egy olyan... Hogy milyen ezt próbál finoman megfogom, ez nem egy szép iparág. Nem, valóban nem az. Ez nem az. Én erre büszke nem lennék, mi úgy mondanád. Hát most azért szerintem a férfi 99%-át erősen megbántod. Hát de most, most figyelj, szerintem senkit nem bántok meg, ez nem egy szép dolog. Most attól még, hogy nézik, én ezt nem így kellene. Persze, meg jó, hogy menjen, oké, persze. Semmi gond, azért alapvetően ez nem egy olyan... Ez nem egy művészet, hát, szerintem, mert nem tudom. Lehet úgy üzni. Pedig díjakat osztanak benne, mint a film. Tehát van külön pornó. Én most tudom ezeket a pornósokat is. Jó, ez egy vicc, pornó oszkár. De nem, tényleg van. Tudom, de hát ez... Figyú, de ez mikor ez most vagyunk pornó nagy hatalom egyébként? Csak hogy mindenki tudja, mert ugye én erről lemaradtam, hogy ilyen van. Árpi, de én lennék ennek a szakértője. Legutóbb, megpróbálom megmenteni a hallgatók előtt magamat, ez a legutóbb, ugye úgy került szóba, hogy egy másik podcastban hallottam, hogy Indiában vagy Pakisztánban volt a csávó, és ott a hely mondta, hogy Magyarország, ja igen, nektek van az a sok pornósotok, és tényleg sok helyre ezzel azonosítanak. De én úgy tudom, hogy most már nem, de hogy a rendszerváltás után a nyugati producerek ugye imádták Magyarországot, mert hogy... Mert ugye olcsó volt. Tehát olcsók voltak az ára, könnyen lehetett.
Valami baj van lányok, hogy akkor befejezzük, hogy közben így látom, hogy így teljesen elvonódott a figyelem, így a... Igen. Nem, tehát a pornó lesz, hogy tudom, igen? Tehát akkor, de most nem vagyunk azok, tehát. Tehát én úgy tudom, hogy a celátás után volt. Ezt mondta valaki? Tipikus. De ez lehet, hogy most is hangsúlyos igen. A dolog, de... Most azért a cselek hát az állítólag nagyon nyomják. Meg az biztos, ezt mondták a barátaim. A színész... Igen, meg a színészre nagyon sok van, igen, magyar. Aha. Tehát rengeteg. És ebből tök jó meg lehet élni egyébként, nem? Szerintem nem. Nem? Nem hát, lehet. Nyilván jobban, mint... Igen, mint... Mint egy átlag. Jó, én ne valami ezekben egyetlen, szerintem nem annyira vagyunk otthon, így ezt, akkor ezt a témát szerintem ezt így hanyagoljuk is, de hogyha valaki... Nem akarsz róla beszélni, még egy prűd vagy? Prűd. Hát nem, de most én ezről én nem tudok, tehát ez múltkori adásban úgy általában nem került be. Erről beszéltem, hogy pornó nagy hatalom, én ezt nem tudtam, fogalmam sem volt, de bevallom teljesen őszintén. Soha életemben nem gondolkoztam az, hogy vajon magyar ezek pornó nagy hatalom, vagy sem. De igen, mert ez a szókapcsolat is elég fura. Igen, tehát sok minden szoktam gondolkodni, pizza a témákon, és azért ez nem ütöttem el a dolgot, ezt nem tudtam, de köszönöm minden esetre az információt, akkor egyébként azok voltunk. És igen, tűnik el? Nem, ezt akartam kérdezni, hogy itt most mi történt. Igen, igen, csak semmi. Tűninek jeleztem ilyen jelbeszéddel, hogy szerettük volna még egy dologról beszélni, vagy kitérni, inkább azt mondom, ami nagyon röviden, hogyha már ugye a legelőbb úgy kezdtük, hogy volt egy felmérés, hogy az nem csak, hogy ki mennyi szexel, melyik nemzet, meg hogy hogy állunk ehhez a kérdéshez, hanem hogy... Nyilván az egész ugye abban eredeztethető, hogy akkor gyerekkorunkban hogy álltak ehhez akár a szüleim. És hogy azért erről most elég sokan cikkeznek, meg ilyen szexuális felvilágosítást is tartanak, hogy sajnos a szülők ebben nem annyira jók, mert hogy prűdek, tehát most így kapcsolódik ide, hogy prűdek, és hogy erről baromi kellemetlen beszélni. És egyébként szerintem tényleg baromi kellemetlen beszélni, tehát még egy barátunkkal is, nem olyan gyerekünkkel, hogy leül és elmondani neki, hogy akkor nem csak a méhecskék vannak, akik megporozzák egymást, hanem akkor egyébként, hanem egyébként... Egymást porozzák a méhecskék. Tök rászítom a virágot. Igen, azt tudom, hogy gólyával jössz, valami... Ami kíván tovább megy, hogy ő van, hogy tervez a méheket. Te mények kérek egymást porozni. Egymást, keményen. Tehát, hogy nem csak ez, hanem hogy tényleg konkrétan erről azért beszélni kell. És hogy nem véletlenül siklanak ki. fiatalok, hiszen, hogyha valaki ezt nem mondja el nekik, és most hiába mondja Károly, amit fog mondani, már most mondom előre, hogy neked nem kell szexuális felvilágosítás, mert én már 15 évesen tudtam, mitől dömlik a lény, mert ott mondták a fiúk a suliba, de negyedikes korodban most mit mondtatok, amit olvastatok a nem tudom, láttatok a tévébe, vagy olvastatok a magazinba, de most azért ez nem a valóság. Tehát, hogy igazán, ez szerintem egy tudom, hogy baromi bizony, hogy a szülő adja, de én mégis azt gondolom, hogy egy feladat a szülőnek ez. Vagy akkor, ha nem ő, valakinek adja, nem tudom, akkor valahogy történjen. A dédmamának, Keresen egy kócsot a gyerek. Hát jó, de én akkor ez fontos, és hiába a gyerek lekeveri a színről, hogy akkor jó, én ezt tudom, nyilván nem tudom. De most én is mondhatnám, hogy ezt tudom, de amíg én ezt test közelből nem tudom, honnan tudnám? Igen. Honnan tudjam, hogy ez így hogy működik, hogy lehet erre felkészülni, hogy nem tudom, például védekezni. A biológiai alapokat meg biztosítani. Hát igen. Tehát én szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, viszont mondd ezért sikkad el, mert ezt kellemetlennek érezzük. És mondom, tehát én is kellemetlennek érezném. Tehát elképzel a szituációt, és így égne az arcam, úristen, hogy fogalmazzak, meg minden. És szerintem ebbe is, ugye, amit mindig mi így szoktuk hirdetni, az őszintesség, meg a nyíltság, én ebbe is ezt gondolom, hogy ez feketé-fehére, ha kellemetlen, hanem ezt el kell mondani. Ha ciki, ha nem, és a gyerek is rohadt kellemetlenül fogja magát érezni, de még mindig inkább érezze magát kellemetlenül, de ha legalább az információnak pár százaléka eljut hozzá, én már akkor boldog leszek. Uh-huh. És aztán, szóval én ezt nagyon fontosnak tartom. Nem tudom, hogy ti erről mit gondoltok. Szerintem is jó, hogy beszél erről. Mert ugye nem szoktak azt biztos, de biztos, nem tudom, meg nincsen még gyerekünk, de úgy kezdem el, mint az autóvezető oktatást, hogy a Kressznek az alapjait le kell fektetni, és akkor majd utána megtanulja a forgalomba. Még irányból behajtani. Jó, de egyébként nyilván ezt majd a gyerekek is ugyan egymással fogják felfedezni, hogy mi a helyzet, de valamit muszáj szerintem is. De ti is mondátok azért valamit, nem? De én is azt gondolom, hogy ez nem lehet azt mondani a gyereknek, hogy nem beszélünk erről.
Mert biztos a gyerek fog azt mondani, hogy nem is kérdezi. Nem fogja kérdezni, meg szerintem nem. Tehát én biztos vagyok benne, hogy mindenki ezt mondja, hogy én nem úgyis kérdezi. Ezt tabu az a helyzet, hogy mire eljut oda, hogy mondjad, addigra már egy csomó információ birtokában van a gyerek. Mi milyen információ? Igen, haverod nem mondja. Nem fogalmat sincs, hogy milyen információ birtokában van, de nyilván ő azt gondolja, hogy tudja már a nagy részét. Meg ma már egész más, szóval ma felnőni, meg még a jövő felnőni, hát már annyi inger éri őket, hogy már semmi újdonságot nem tudsz neki mondani. Olyan könnyen megtalálják egyébként azt, hogy ezek utána nézzenek, vagy valami ilyet. Amikor még én voltam gyerek, én emlékszem, hogy volt egy... valamilyen képes enciklopédia volt. És akkor ott le volt rajzolva metszedve, hogy történik a dolog. De egyébként én nem is feltétlenül arra gondoltam. Én abból tanultam meg kb. Sőt, volt biológia órán is volt, rendesen volt ilyen fejezet, meg minden. Nekem nem, de De most már beírja az internetre, és talán még a szűrőprogramot is szerintem ki tudják kapcsolni, vagy nem tudom, azokon is átmegy, vagy jó, de azért tényleg valamit a szülőnek szerintem is hozzá kell leheszteni. Még nem feltétlenül testileg, szóval most én nem csak azt mondom, hogy jó, akkor védekezz, ilyen védekezési módok van, gyere, menjünk együtt a nőgyógyászhoz, nem feltétlenül erről beszélek, ez is szerintem fontos. De szerintem ez a lelki része, ami most biztos vicces, meg most egy tizenéves, lehet, hogy velem foglalkozik, de mondjuk akár egy lánynak, hogy akkor tényleg, hogy ezt így próbáljuk tényleg elmondani, hogy ez fiúnak is, de hogy ez nem csak arról szól, hogy akkor most itt mindenkivel döngetjük a dolgot, hanem hogy ennek értéke van, és hogy szóval egy kicsit átadni ezt a dolgot, amit egy barátnő nem biztos, hogy átfogadni tizenévesen, érted? Sőt, valószínűleg nem fog. Akkor fog átadni, ha neki is átadta valaki. Igen, tehát hogy én ilyen lelki részét, hogy tényleg, hogy az ember test érték, és hogy picit ezt átadni meg, hogy szóval én ebben nagyon-nagyon komolynak érzem a szülők felelősséget, és annyi ilyet lehet hallani, hogy erre igazából nem vagyunk készen erre az egész dologra. Igen, mert egy csomóan beleesnek ebbe, és nem... Tehát nem érdekel egyáltalán. Tehát, hogy tényleg nagyon fontos, hogy ez... Mi fölül, mi apukára, mi azt mondom, hogy anyuka valamennyire, még talán valamennyire csacsog erről a gyerekről, mondjuk egy lányjal, de megint csak a keresztet, mondjuk anyuka a fiával, és apuka a kislányával, szerintem az aztán pláne rohadszik ki, pedig pont azt az ellenkező nem tört, talán jobban lehet ezt hallani, hogy igen, kislányom, igen, soha barom állat férfi, aki egyébként még nem azért akar vele lefeküdni, mert hogy kis vadkakasokat el kell kerülni. Igen, hanem mert te is egy tágy vagy, aki nem tudom, magad el akar hinteni, és igenis erről kell hallani, én szerintem. De megint csak a barátnő nem fog erről mesélni. De mikor? Hány éves korba kellett elkezdeni? Hát amikor szerintem akkor azt kezded látni, hogy akkor ők eléggé érdeklődik, illetve hogy látod azt, hogy lenne lehetőség is. Tehát én szerintem. Szerintem akkor már később, akkor már van lehetőség. De nem is úgy, hanem hogy nem is tudom ezt, hogy fogalmazom. Tehát amikor már úgy igen, hát érdekli, akkor lehet, hogy így. Amikor már nagyon érdekli ez az egész témakör. Ez azért szerintem az valamennyi csak lehet mérni. Ha jobb a kapcsolat, akkor azért ez még az is lehet, hogy kérdezne, hogy jó a kapcsolat, nem? De szerintem is előfordulhat. Nem tudom, mert én beszéltem. Te kérdeztetek? A szülőktől? Én nem emlékszem. Azért neked jó volt a kapcsolatod anyukáddal. Igen, valamit biztos kérdeztem, de nekem nincs előttem az a beszélgetés, hogy leültünk, és akkor minden fordulta. Gyerekként is cikinek érzel. Szerintem gyerekként lehet, hogy még cikibnek érzel. Igen. Nem tudom, nem mindegy, de az a lényeg, hogy ebben én is egyetértek veled, hogy nagyobb szülőfelelőssége. Nagyon, úgyhogy erre, igen, majd nekünk is figyelni kell, hogy ezt így valahogy csináljuk, igen. Hát én nem tudom, fiúk, akkor hát én nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, szerintem akkor kiveséztük ezt a témát. Reméljük, ez már ki is mehet. Igen, reméljük, ez már itt ki is mehet, és jó. Nem merik ki a biztosíték. Igen, meg a harmadszor nem kell fölvenni ezt az adást. Úgyhogy köszönjük, hogy itt voltatok a kedves hallgatóknak, és hogy meghallgattak ezt a szuper adást, és akkor további minden szépre és jót mindenkinek. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!